Elindult egy sajtótájékoztató, minden igaz, Pál Filona valamit próbál magyarázni, hogyha most átkapcsolunk oda. 7000-en, és még 2500-an állnak sorban. Elnök úrral abban maradtunk, hogy ahogy az épületen belülre be tudják az embereket tolni, idézőjelben, azt követően tudjuk elkezdeni az adatok nyilvánosságra hozatalát addig, amíg utcán állnak kint az emberek, addig nem. Ezt úgy satszoljuk, ahogy beszéltem a jegyzőasszonnyal, hogy ez 9:30 körül lesz. Tehát azt se szeretnénk, hogyha itt országos szinten mindenki az eredményeket várná, tehát ezért gondoltuk úgy, hogy ahogy a minimális biztonságot tudjuk biztosítani, onnantól kezdve elkezdjük a beérkezett eredményeket kiadni. Egyébként még, tehát már érkeznek, de nem, tehát még nulla az eredmény, hiszen olyan nagyok a szavazólapok és a lista, hogy egész egyszerűen egy órán belül egyetlen egy szavazatszámláló bizottság se tudta még feldolgozni az adatokat. Úgyhogy sokat még nem vesztettünk, mert ha tudnánk adni az eredményeket, akkor se látnánk semmit. De reméljük, hogy 9:30 körül azért már elég sok mindent fog látni mindenki. Csak a 18-30-as megjelenési arányunk van, mert 19-kor már nem jelentettek. Ez 68,13%, tehát ennyi volt a 18-30-as eredmény. A külképviseleteken pedig szintén ott nagyobb magas, tehát még magasabb, mert 80-90 és 100%-os megjelenési arányok voltak. Tehát előzetesben ennyit tudok mondani. Természetesen napközben voltak kisebb-nagyobb problémák. Nagyon sok gondot jelentett az, hogy a sok jelölt került kihúzásra, jelölteket ki kellett húzni a szavazólapról. Volt egy-két olyan eset, amikor rossz jelöltet húztak ki, vagy nem húzták ki, akit kellett volna, vagy azt húzták ki, akit nem kellett volna. Ezeket az egyéni választókerületi választási bizottságok kezelik. Nagyobb probléma a szavazókörökben, ahogy be kellett volna avatkozni, akár rendőrségileg, vagy szerencsére haláleset sem történt, rosszul létek azok voltak, és iszonyatos leterhelésnek voltak kitéve, ahogy elmondták a fővárosi kerületekben is, különösen ugye az átjelentkezéses szavazókörökben. Ebben a szavazókörben, ahol most még folyik a 11. kerületben a szavazás, itt 38 tagú szavazatszámláló bizottság ugyanennyi jegyzőkönyvvezetővel dolgozik. Semmire sem volt idejük, tehát reggel 6 óra óta végzik ezt a felelősségteljes munkát, de nem csak ők, hanem ugye valamennyi országos szinten, valamennyi első helyen az átjelentkező szavazókörök, de a többi szavazatszámláló bizottság is. Úgyhogy itt most szeretném megköszönni a szavazatszámláló bizottságoknak is, és a választási irodák munkatársainak is ezt a megfeszített munkát. És én úgy gondolom, hogy mivel látható, hogy nagyon magas a megjelenési arány, tényleg nem rajtuk múlik az, hogy még most nem tudtunk zárni, hanem annak, hogy jelenleg a törvényi szabályozás alapján átjelentkező szavazókörbe meg lehet tenni azt, hogy 10.000, 11.000, 12.000 választópolgár kerüljön. Ez mindenféleképpen szükséges lenne ehhez törvénymódosítás, hogy szétbontani ezeket a szavazóköröket. Köszönöm szépen, és akkor elnök úrnak átadom, hogy adjon ő is tájékoztatást. Köszönöm szépen. Hát azt vártam, hogy a végén azt mondja a Pál Filona, hogy a botrány miatt lemond, de ilyen nem történt. Ugye megpróbálom értelmezni, amit mondott. Egész furcsa dolgot mondott az elején, mert azt mondta, hogy megpróbálják a
szavazókörbe betolni az embereket, most ez egy szó szerint érezete, el sem tudom képzelni, hogy oda az épületbe hogy fognak 2000 embert betolni, és abban a pillanatban, hogyha ez sikerül, akkor nem tudom, hogy hogyan, de hogyha ez sikerül, akkor elkezdik kommunikálni az adatokat. Tehát számomra, legalábbis az ő szavaiból, hogyha jól értettem, vagy jól figyeltem, már pedig jól figyeltem, akkor úgy tűnt, hogy nem kell úgymond leszavazni az embereknek, hanem elég, hogyha épületen belül vannak, és onnantól kezdve elkezdődik az eredményeknek a kommunikációja. Én azt gondolom, hogy jól hallottam. Azt is mondta a Páfi Ilona, szinte hibáztatva azokat, akik átjelentkeztek, tehát semmiféle önkritikát nem vettem ki a mondandójából, hanem azokat hibáztatta, akik átjelentkeztek, és azt is mondta, hogy hát bizony nagyok ezek a szavazólapok, és ezzel nehezen birkoznak meg a választási helyszíneken, és nehezen tudják összeszámolni. Túl sok volt a párt. Tehát igen.